jelek arra mutatnak, hogy a Kiev melletti betörés megerősítésére az oroszok a 35. hadsereg segítségére küldték az addig közép-Belorussziában állomásoztatott 29. hadsereg egy részét is, a 36. gépesített Dandárt, továbbá egy Dandárt. Az, hogy március 11-én Andrei Kolesnikov dandártábornok, a 29. orosz hadsereg parancsnoka Kiev mellett elesett, szintén ezt látszik alátámasztani. 29. hadsereg mellett a 35. más is kapott az északi tengeri flottához tartozó 61. tengerészgyalogos dandárt, vagy legalábbis annak egy részét. Mindazonáltal ezzel együtt is, március 9-ét követően, mindössze két héttel a támadás megindítása után, a 35. hadsereg szektorában az orosz támadó hadműveletek leálltak gyakorlatilag azzal egy időben az orosz bázisok kiépítése megindult. Az ukránok az orosz bázisok építését tüzérségi tűzzel és dróntámadásokkal igyekeztek lelassítani. Kezdetben szorványos belövéseik viszont nem értek el sikert. Ám a későbbiekben GPS, vagy lézeres vezetésű, speciális tüzérségi lövedékekkel már sikerült komolyabb veszteségeket is okozniuk. Persze az oroszok is okoztak veszteségeket közben az ukránoknak bőven. Célzott kampányt kezdtek a kievi és a körüli ukrán stratégiai létesítmények, csapatösszevonások és fegyverrendszerek megsemmisítésére. A jelentősebb kievi, kiev körüli és nyugatokrajnai csapások a teljesség igénye nélkül a következőek. Március 1. a Bravari ukrán katonai támaszfont megsemmisítése, és a kievi tévétorony elleni leginkább szimbolikus támadás. Érdekességként megjegyezhető, bár jelentősége nincsen, hogy március 15-én egy szovjet gyártmány ukrán drón, egy Tupoljev 141-es átrepült Magyarország felett, amelyet a magyar gépenek hiába próbáltak meg átfogni, és végül Horvátországban, azon belül is Zágrábban zuhant le, az, hogy nem történt haláleset, csak pusztán a szerencsének köszönhető. Az okok igazából továbbra is ismeretlenek. Március 12-én egy orosz támadás lerombolt a február 26 i ejtőernyics akcióban sikertelenül megtámadott Vasilyszki repülőteret. Március 14-én az Antonov repülőgépjárat semmisítették meg rakétasapással. Március 20-án a fegyverraktárként és a felvételek tanúsága szerint s 30 as légvédelmi rakétaegység rejtekül szolgáló Kievi Podilski pláza ellen indítottak rakétatámadást. Március 21-én először vetették be éles körülmények között egy MiG-31-esről a Kinjal hiperszónikus rakétát, majd pedig március 23-án az eredetleg tengerpartvédelmi célokra szánt hajók elleni Bastion rakétákat vetették be szárazföldi ukrán célpontok ellen. Március 25-én a legnagyobb ukrán olajfinomító került megsemmisítésre. Alexei Arestovics, ukrán elnöki tanácsadó úgy nyilatkozott a rakétatámadások felől, hogy Oroszország szinte az egész ukrán védelmi ipart tönkretette. A rakétatámadások mellett az oroszok létrehoztak egy egységet, Északai Vadászok néven, Mi-28-as és KA-52-es, csata helikopterekből. Az éjszakai vadászok onnantól kezdve gyakorlatilag folyamatosan zaklatták és támadták minden éjszaka az ukrán állásokat. A szorosz jelentések szerint nagy pusztítást vive véghez, főképp az ukrán harckocsi parkban és tüzérségi arzenálban. Mindezek alatt viszont az orosz szárazföldi csapatok semmilyen támadó hadműveletet nem indítottak. Sőt, a kezdeményes ártövi ukránok 5-10 kilométer-rel visszavetették őket. Mindebből viszont nem szabad komoly következtetéseket levonni, az oroszok alapvetően a taktikai szünet alatt lényegesen megerősödtek, méghozzá nem csak létszámban, hanem készletek terén is. Ukránok saját mozgósításukat már nem tudták lényegesen növelni, és ez időtájt fő reménységükké a világ mintegy 37 különböző országából jelentkező önkéntesek lettek. Közülük több mint 23 ezren jelentkeztek a háború első hónapjában, és valamivel több, mint 6 és fél ezren természetesen nem egyszerre egy hullámban, el is érték Ukrajnát. Oroszország ebben komoly veszélyt látott, hogy igyekezett idejekorán el az esetleg tapasztaltabb, jobban képzett nyugati önkéntesek tömeges Ukrajnába érkezését. Március 13-án a Liv régióban található Javorovszki kiképzőbázist érte súlyos orosz rakétatámadás. Legalább egy teli találatot elértek, ami az ukrán adatok szerint 35, az orosz adatok szerint 180 külföldi önkéntes életébe került. Tigor Rosszinak, egy volt brazil katonának, ukrajnai önkéntesnek a beszámolója, miszerint idézem, mindenki meghalt, az egész légiót kiirtották, az orosz verziót látszik alátámasztani. Akárhogy is, ahogyan az amerikai... Vata... akárhogyan is, ahogyan egy amerikai veterán nyilatkozott, aki az előbbi Brazílhoz hasonlóan szintén lelépett Ukrajnából a támadás után, a nyugati önkéntesek kétharmada a támadás mellett döntött. Persze, nem csak az orosz támadás miatt, hanem, hogy az amerikai kifejtette, kiképzetlen sácokat küldenek a frontra, kevés lőszerrel, alkákkal, és megölik őket. Most ott lévő srácok mind Kievbe fognak menni, és sokan meg fognak halni. A légió nincs jól felfegyverezve, és van néhány őrült ukrán vezetője. Március 20-án egy újabb rakéta következett, amely Zsitomér közelében ölt meg, közel száz külföldi önkéntest. Majd 21-én a Rivne régióban található Novaya Lyubamirkában rakétáztak szét egy másik az önkéntesek számára létrehozott tábort, ahol, ha minden igaz, újabb 80 külföldről érkezett harcos veszítette életét. Persze az idő előre haladtával az orosz rakétatámadások egyre kevésbé korlátozódtak a stratégiai fontos célpontokra. Egyre inkább célpontjaiká váltak az ukrán szárazföldi haderő megerősített támpontjai, avagy akár magányosan álló harckocsik, sőt még az egyszerű vontatott tüzérségi eszközök is. Északnyugaton már március 6-a után, mindössze nyolc nappal a támadás kezdete után leállt az orosz offenzíva. Persze a már körbezárt ukrán csapatok körül az orosz gyűrű cseppet sem eresztett. Ugyanakkor Csernyhív ostromát sem erőltették nagyon, megelégettek a város tüzérség és bombázásával. Ezek közül a legsúlyosabb a Csernyhív ipari vezetre mért március 25-i rakétacsapás volt, amely jelentős veszteséget okozott az ukrán csapatoknak. Időközben ettől függetlenül a 45. hadsereg megkapta az 55. hegyi gépes tett is. Az ukrán jelentések szerint március 29-ig 354 ukrán katona és civil vesztette életét Csernyhívben. Ez alatt az első gárda harcosi hadsereg lényegében kivonta magát a harcokról, nyilván felkészül arra, hogy máshol képezzen súlypontot. Március 6-a után az orosz támadás Hárkovnál is leállt, kivéve az ezen a térképen kevésbé kivehető Izsuki zsák lezárására indított, amúgy többnyire sikertelen erőfeszítéseket. Hamarosan ukrán ellen támadások következtek. Különösen intenzív harcevékenység alakult ki a Hárkovi nemzetközi repülőtér birtoklásáért. Erre felé esett el a harcokban Jakov Rezantsev altábornagy, a 49. orosz hadsereg parancsnoka is, március 25-én. Harkavi adminisztráció feje, Oleg Sinagubov szerint március 28-ra a város 30%-a pusztult el. A Donbassban ellentétben a többi régióval offenzíva folytatódott. Igazság lassan haladt előre, és szinte csak a szakadár hadseregek vettek benne részt. Azért mondom, hogy szinte, mert például március 18-19-én Izum mellett az orosz belügy speciális gyorsreagálási egysége, a szobr, amelyet tradicionálisan sokkal inkább bűnözők és terroristák ellen szoktak használni, szintén bemutatkozott a hadszintéren. A szobr kommandósai 18 19-re viradó éjszaka átkeltek az Izium városa melletti folyón, elfogták a kijelölt célpontokat, az ukrán biztonsági erők az SBU tisztjeit, majd aztán másnap reggel ha már úgyis ott voltak, megvédték a folyón létrehozott hitfőt az ellentámadást indító ukránoktól, lehetővé téve a saját csapatoknak pontoni hídépítését, majd aztán az utána következő támadó hadműveletekben is részt vállaltak. Március 24-ére az orosz csapatok Izum városának nagy részét, ám nem egészét elfoglalták. Ez alatt, míg a Luhánszki csapatok elsődleges célja a saját oblastjuk megtisztítása volt, addig a Gyanyánszki csapatok elsődleges célja az ellenség jobb csapatainak, az Ájdár és a Dombasz zászlóajatnak a megsemmisítése volt. Ebben természetesen az oroszok mind a levegőből, mind pedig rakétáik által komoly segítséget nyújtottak. További eszközbéli támogatás gyanánt átadták az ukránoktól addig zsákmányolt 113 tankot és páncélozott járművet, valamint 138 Javelin és 67 Endo tankelhárító rakétát. Ez alatt a Donetskiek legdélebben harcoló alakulatát a 150. tengerészgyalogos standárt a Mariapul elleni támadás kötötte le. Ebben a hadműveletben részt vett még a orosz Föderáció csapatai közül a 20. Gárda hadosztály és a 810. tengerészgyalogos standár egy része. Továbbá legalább egy tandár is. figyeljük a térképet, megállapíthatjuk, hogy a déli szektorban a támadó hadműveletek immár nem a villámháborút szolgálták, hanem Herson oblosz megtisztítását. Ezt mutatja a Krimfélszigetnek az obloszhoz tartozó részének a megtisztítása délnyugaton, az pedig különösképpen aláhúzza, hogy északnyugaton a Mikolajevka melletti hitfő tartásától eltekintve az orosz csapatok gyakorlatilag az oblosz közigazgatási határáig zárkóztak fel. Ezen hadműveletekbe bevetették a Balti Flottától erősítésként érkező 336. tengerészgyalogos standardt is. Hersoni Oblasz közigazgatási határainak elérését, tehát erőfeszítés, együtt azzal az érdekes tényel, hogy miképp Zaporozhets Oblastban is, Herszonban is ö, orosz rendőrök vették át a rendfenntartást, továbbá, hogy mindkét tartományban jelentős mennyiségű orosz okmányt osztottak ki, utalhat arra, hogy ezen tartományokban, talán a nem is olyan távoli jövőben sor kerülhet újabb függetlenségi referendumak kiírására. Na de vissza hadd Március 15-e után délen is leállt az offenzíva. Mint láthattuk, itt terültették a legtovább az oroszok, nyilván ez betudható annak is, hogy az ukrán fél itt volt a leggyengébb, és a haladás a korábbiakban a legjelentősebb. A Mariapoli ostrom viszont folytatódott. Március 15-én elesett a város ostroma során a 150. orosz lövészdandár parancsnoka Oleg Mityéjel dandár tábornok. Majd március 18-án Andrei Mordvicev, a 8. gárda parancsaka parancsnoka is meghalt. Március 20-án pedig Andrei Pali, első osztályú kapitány, a Fekete-tengeri flotta parancsnok helyettese is elesett. Ezek a, veszt, ezek a véres veszteségek is jól mutatják a harcok hevességét. Az oroszok március 18-án ugyanakkor elfoglalták a Mariupoli repülőteret, március 19-én pedig elkezdték az azovstil ipari komplexumért vívott harcokat, amelyek a mai napig tartanak. Március 20-án felrobbant a valószínűleg mintegy 400 civilnek menedéket nyújtó 12-es művészeti iskola. Az ukránok az oroszokat vádolták bombatámadással, az oroszok pedig az ukránokat állításuk szerint aláoknázták az épületet, benne 400 orosz civillel, akiket de facto tuszként tartottak ott az azovezred fegyveresei. Szergei Orlov, a város polgármestere március 28-án arról nyilatkozott, hogy a harcok során addig közel 5000 civil esett el. Ez egy kicsit soknak tűnik, de közel se lehetetlen. Mindeközben az ukránoknak az ország fekete, illetve az abi tengerhez eső végén továbbra is csak kevés babér termett, ugyanakkor termett. Ezek közül talán a legjelentősebb, március 24-én vélhetően egy szabotázs akció eredményeképpen sikerült feldrobbantaniuk Bergyánc kikötőjében a Szaratov nevű, tehát a korábbi értesülésekkel szemben nem az Orsz nevű, aligátor osztályú 3,5 tonnás orosz partra szállító hajót, amit feltétlenül nem kevés lőszert és más hadi eszközt szállított. ukrán jelentések saját veszteségeikről utoljára március 12-én adtak hírt. Kb. 1300 halottban és pontosan 3825 főny sebesültben adva meg a veszteségeiket. Amerikai szövetségesei három nappal korábban, március 9-én 2 és 4000 fő közé becsülték a halott ukrán katonák számát. Az orosz jelentések március 25-ig bezárólag, azaz a háború első hónapjára valójában első 28 napjára, vonatkozóan az ukrán veszteségeket a következőkben állapították meg. 267 drón, 1618 harckocsi és páncélozott jármű, 166 rakéta tüzérségi egység, 662 löveg és aknavető, 207 rakéta légvédelmi egység és 1453 egyéb ukrán katonai jármű. Továbbá úgy számolták, hogy körülbelül 14 ezer ukrán katona halhatott meg, és 16 ezer sebesült meg, 26-áig 886-an kerültek a rossz hadifogságba. Számításunk szerint Ukrajnának 260.200 katonája maradt fegyverben, további mozgósítható tartalékok nélkül. A saját veszteségeket 1351 halottban, 3825 sebesültben adták meg. Illetve nem tagadták, hogy az ukrán katonák március 20-ig ejtették 562 katonájukat. Bár ezt jó részt annak tudták be, hogy az ukránok nagyjából március közepétől kezdődően 10.000 dollárt és ukrán állampolgárságot ígértek minden orosz katonának, aki megadja magát nekik. Az orosz állítások szerint saját veszteségeik 20%-át a tisztek adták, szinte egészét hivatásos avas szerződéses katonák, közülük is elsősorban az ejtőernyősök. A Donetszki néphadsereg ugyanerre az időszakra 581 halottban és 2801 sebesültben adta meg saját veszteségeit. Az orosz halottak számát március 18-án az amerikai védelmi minisztérium 7000 főnyire becsülte. Az ukránok március 30-án az oroszok összes személyi veszteségét 17.300 főben határozták meg. A haditechnikában okozott veszteségeket pedig 605 tankban, 1323 páncélozott járműben, 305 tüzérségi egységben, 96 rakéta tüzérségi egységben, 54 légvédelmi egységben, 54 repülőben, 131 helikopterben, 81 drónban adták meg. A legdiplomatikusabb talán az lenne, ha azt mondanám, hogy mind a két fél hazudik, méghozzá ugyanakkor a mértékben. Ez volna könnyebb út. Igen, ez volna könnyebb. De a józanésznek viszont ellent mondana, ugyanis az képtelenségnek tűnik, hogy ez alatt az egy hónap alatt az oroszok több, vagy akárcsak hasonló mértékű veszteségeket is elszenvedtek volna, mint az ukránok. Ennek alátámasztására több érvem is van. Egy: Az oroszok ez alatt az időszak alatt több mint 1100 ballisztikus és cirkáló rakétát lőttek ki. Ezek precíziós fegyverek, rendkívül nagy hatóerővel, akár egy épület tömböt is fel lehet robbantani, egyetlen egyel. Több tucat katonát meg tud ölni, egyetlen egy ilyen találat nem egyet, hanem még egyszer mondom, több mint 1100-at lőttek ki belőlük az oroszok. Nem létezik, hogy ez már önmagában is ne tolja el a veszteség arányokat. Kettő. A rakéták mellett az oroszok a levegőben is folyamatos fölényt élveztek. Március közepére a naponkénti légi bevetéseik száma 300 körül stabilizálódott, míg az ukránoké napi 10 alá csökkent. Ezen bevetések legalább fele az ukrán szárazföldi erők ellen irányult. Nem létezik, hogy ennek se legyen hatása. Az oroszok tüzérségben úgy szintén fölényt élveztek, és nem csak az eszközök számát, hanem a muníció mennyiségét illetően is. Kizárt, hogy ez se vezetne nagyobb ukrán veszteségekhez. Az orosz tankok, bár kétségkívül viszonylag sok elfogyott belőlük, de ami azt illet, a kezelőszemélyzetük többsége az esetben is túlélte, és amikor nem, nem élték túl, az is tankonként maximum három főnyi veszteséget jelentett, de amíg a tank kilövése nem következett be, addig a tank igenis hatékony eszköznek bizonyult a háborúban, szintén jelentős veszteségek okozására volt képes. Ja, és mondtam már, hogy az oroszok etéren is fölényben voltak? Aztán vessünk egy pillantást a gyalogságra. Az orosz... Aztán vessünk egy pillantást a gyalogságra. Az orosz gyalogos kiképzési ideje 6 hónap. Az ukránoké jó esetben kettő és fél. Az orosz gyalogos a világ legjobb gajóálló mellényét viseli. Az ukrán gajóálló mellények többsége beolvasztott artóroncsakból készült, nem gajóálló, csak nehéz. Az orosz gyalogság esetek többségében számított a helikopterei támogatására, míg az ukrán szinte soha. És ha még ez se volna elég, akkor ott van az a tény, hogy az ukrán propaganda már számos esetben lebukott háború folyamán. Gondoljunk itt az első rész a leghíresebbre, a sziget hős 13 védőjére, akik meghaltak mindegy szálig. Aztán mégiscsak kiderült, hogy valójában egyrészt többen voltak, másrészt mégiscsak halál helyett mind megadták magukat. Vagy gondoljunk az ukránok által 25-én Odessa alatt sikeresen visszavert orosz part a kísérletre, amiről szintén kiderült, hogy soha nem is történt meg, avagy Kiev szellemére, akiről szintén kiderült, hogy nem is létezett. Vasili Bíkov orosz partvédő hajó elsfiesztésére, ami aztán mégis csak Viganuszkált utána is a Fekete-tengeren, mi több többek között megrakétázta a Moldáv zászló alatt hajózó Millenial Spirit tankert is. De gondolhatunk itt kisebb dolgokra is, mint például amilyen az az egyszerű trükk, amiben egy 2018-as képről egy ukrán BTR-t feljavítottak egy 2022-ben elfogott orosszá. Vagy amikor az Arma 3 szimulációs, avagy inkább játékszoftver segítségével készített felvételt mutogatják, azzal igazolva, hogy lelőttek három orosz K-52-es satahelikoptert. helikoptert. Tehát mindezek összegzéseképpen arra szeretnék kiukadni, hogy valószínű, hogy valós veszteségadatok lényegesen közelebb állhatnak az oroszok által megadott számokhoz, mint az ukránokéhoz. Végül következzenek a háború ártatlan áldozatai, Március 2 az ENSZ számítása szerint 1151 civil halt meg, és 1824 sebesült meg az ukrajnai háborúban. Az ukránok természetesen magasabbra 5000 fő fölé tették a civil áldozatok számát. Ez ügyben talán az ukrán adatok állhatnak közelebb a valósághoz. Remélem tetszett a videó, remélem hiánypótlónak találtad. Ami azt illeti, én eddig még angol nyelven se találtam ilyen terjedelmi és komplexitás videót, illetve ami azt illeti a Youtube-ról amúgy is ö, hiányoznak, nem mint hogyha más médiákról nem hiányoznának a objektív tudósítások az orosz-ukrán háborút illetően. Remélem, én videómat senki sem fogja megvádolni azzal, hogy ne lenne objektív. Na, de ennyi voltam mára. Akinek tetszett a videó, és szívesen megnézne még hasonlókat, az plájkolja, iratkozzon fel a csatornára, a leírásban ott van a Facebook alkotói oldalam címe is, arra is iratkozzatok fel, ha gondoljátok. Én Üveges Huba voltam, a viszontlátásra!